Három egyesület összefogásával tisztult meg az elmúlt szombat délelőtt az Erzsébet sétány. A komáromi erődök barátainak egyesülete hívó szavára, a köz kisvárosi önkéntes szemétszedők és a Monostori Kulturális Egyesület tagjai október 30-án megtisztították a Dunai Bástya melletti területet az elburjánzott cserjéktől, foágaktól és a túrázók által eldobált szeméttől. Az egyesületünknek mindig is a célja volt a környezetvédelem, és azért is alakult az egyesületünk, hogy az erődnek a munkásságát és a környezetét védje, óvja és építse. Az első projektünk a Kebel-ligetnek a felújítása, vagyis hogy létrehozása volt, amivel elkészültünk, és most szeretnénk ezt az Erzsébet sétányt is rendbe tenni, és eredeti állapotára visszahozni. Mivel hogy látszik, hogy nagyon nagy a terület, és sok a munka, ezért egy egyesület ezt mi nem győzzük, és gondoltam, hogy ha összefogunk a Monostori Kulturális Egyesülettel, meg a kisvárosi önkéntes szemétszedőkkel, akkor ez így gyorsabban és haladósabban fog menni. A sétány természetvédelmileg értékes terület, amely a monostori erő Dunai bástyája mellett elhelyezkedő Dunaparti szakasz, az új monostori híd felé. A délelőtt folyamán mintegy 12 fő dolgozott a környezetvédelem jegyében. Az önkéntes akcióhoz Dombai Gábor önkormányzati képviselő is csatlakozott. A mai napon az itt található halsütőig tisztítottuk ki a területet, az körülbelül 400 méter, így sokkal kulturáltabban lehet majd kerékpározni és sétálni. Nagyon nagy segítségünk ebben a komáromi városgazda, a Nonprofit Kft., aki szerszámokat is adott, és vállalja majd a hulladékoknak az elszállítását. Az önkéntesek metszettek, bozótot írtottak, illetve nagy mennyiségű kommunális hulladéktól is megszabadították a sétányt. Terveik szerint a bozót és cserjetisztítási munkálatokat tavasszal ismét folytatják, amikor majd a halsütőtől a Monostori hídig takarítják tovább a területet. A szombat délelőtti közösségi összefogás látványos eredményt hozott. Az összegyűjtött hulladékot a komáromi városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai szállították el. Szerintem fantasztikus dolog, hogy a három egyesület össze tudott fogni. Nagyon köszönöm a komáromi városgazda Nonprofit Kft.-nek a segítségét, mert tényleg így összefogva sokkal jobban tudunk együtt dolgozni, kitakarítani a területet és a város rendbe tenni.